Vasárnap Caracas belvárosában. Fiatalok megafonnal biztatják a venezuelaiakat, hogy vegyenek részt az ellenzéki népszavazáson. Amigo, anímate! Estamos aquí en la consulta popular en el oasis! A nem hivatalos népszavazást az ellenzéki többségű parlament hirdette meg néhány napja, a kormány azonban ellenezte, ezért sok szavazókört az utcán kellett fölállítani. Ezt is, ahol járunk. Az időseket előre engedik, de egyébként hosszú sorokban állnak az emberek. A csaknem 20 millió választásra jogosult polgártól, pontosabban az ellenzéki szavazóktól, mert más nem ment el, elsősorban azt kérdezték, elutasítják-e az alkotmányozó nemzetgyűlés felállítását, amelyben a résztvevők egyharmadát az elnök által kijelölt szervezetek küldöttei közül kell megválasztani. Külön kérdés született a hatályos alkotmány megvédéséről, és arról, hogy a közigazgatás és a fegyveres erők a parlamentnek engedelmeskedjenek, ne az elnöknek. Az utolsó kérdés pedig arról szól, akarnak-e a polgárok új választást. Az egyetem felé közeledve már forrósodik a hangulat. Az ország legnagyobb oktatási intézményének udvarán ugyanis nem kevesebb, mint 52 szavazókört állítottak fel, és az adminisztrációs teendőket az egyetem oktatói látják el. A venezuelai központi egyetem főtitkára szerint rendkívüli esetekben szabad az egyetemnek politizálnia. Minden esetre hatalmas tömeg jött véleményt nyilvánítani, és sokan valósággal táncra is perdültek a szavazás után, a demokráciát éltetve. Mivel ez volt a legnagyobb az országban felállított 5300 szavazókör közül, az ellenzéki politikusok is idejöttek szavazni. Itt éppen Caracas volt polgármestere Claudio Fermín nyilatkozik a sajtónak, itt pedig a Vente Venezuela, vagyis Jöjj Venezuela nevű ellenzéki mozgalom vezetője, María Corina Machado beszél arról, hogy történelmi nap ez a latin-amerikai országban. Eljött az ország egyik leghíresebb történésze is, aki bízik benne, hogy az ellenzék felül kerekedik. Mira, yo creo que el problema es sobre todo fortalecer la ciudadanía. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela con esta jornada y con todo lo que está por delante es reforzamiento sistemático de la ciudadanía y de los valores democráticos y de las prácticas republicanas. Y eso es en definitiva invencible. Az alternatív népszavazás ellenőrzésére külföldi megfigyelők is érkeztek, köztük más latin-amerikai országok jobboldali kötődésű korábbi elnökei. Itt Andrés Pastrana volt kolumbiai elnököt látjuk, amint a szavazás menetét vizsgálja. Délre végképp kiderült, hogy az embereket nem sikerült megfélemlíteni, nem maradtak otthon. A népszavazás egyik szervezője elégedett volt a részvétellel. Mira, yo creo que son millones de venezolanos los que vamos a participar hoy. Yo creo que va a estar por encima de las expectativas. Ya este centro a esta hora está cerca de llegar a la capacidad instalada. A következő részben megmutatjuk, hogy nem mindenütt zajlott ilyen derűs hangulatban a szavazás, és bepillanthatunk a venezuelai hétköznapokba is. Az előző részben megmutattuk, hogyan zajlott a nem hivatalos venezuelai népszavazás, amellyel az ellenzék az ellen tiltakozott, hogy a kormány új alkotmánnyal akarja átmenteni hatalmát. Az ellenzéki többségű nemzetgyűlés ezt nem szavazná meg, ezért a baloldali elnök alkotmányozó nemzetgyűlést akar összehívni. Az ellenzék népszavazása nem mindenhol sikerült erőszakmentesre. A főváros munkásnegyedében Katiában lövések dördülnek, miközben az emberek a sorukra várnak a szavazóhelyiség előtt. A kollektívosznak, közösségeknek nevezett kormánypárti szabadcsapatok egyike nyitott tüzet. Egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek. A tömeg a közeli templomba menekült. A szavazatokat összesítő egyetem nagytermében lelkes tömeg várta az eredményhirdetést. A rektorasszony a jelenlévők nagy örömére bejelentette, hogy a résztvevők száma meghaladta a 7 milliót.
Végül kiderült, 7,7 millió venezuelai adta le szavazatát, 200 ezerrel többen, mint ahány szavazattal Nicolás Maduro megnyerte a legutóbbi elnökválasztást. Más kérdés, hogy ő egyáltalán nem ismeri el a népszavazás eredményét. A caracasi magyar közösségházában járunk. 4-5 ezer magyar származású ember él a latin-amerikai országban, de nyilatkozni nem szeretnének. Tartanak az új baloldali elnök rendszerétől, nem akarnak célkeresztbe kerülni. Viszont óriási szükségük van az életmentő gyógyszerekre és anyagi támogatásra, amelyet a Baptista Szeretetszolgálat önkéntese hozott nekik Magyarországról. A patikákból ugyanis gyakorlatilag eltűnt minden olyan gyógyszer, amit külföldről valutáért kellene beszerezni. Megmutatjuk, mennyit ér egy amerikai dollár hivatalos árfolyamon, és mennyi a fekete piaci valóság. 800-szoros a különbség. Hivatalosan egy dollárért 10 bolivárt adnak, a fekete piacon viszont legalább 8000-et. Ha valaki 10-es bankjegyekben kapja meg a pénzt, majd egy kilót kell hazacipelnie. Más kérdés, hogy elkölteni is nehéz. Óriási az áruhiány. Az emberek már azelőtt sorban állnak az élelmiszerboltoknál, hogy tudnák, pontosan mi érkezik. Ide állítólag rizs és margarin, de az is könnyen lehet, hogy semmi. Ezért is vettek oly sokan részt a demonstratív népszavazáson. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Újra abban a munkás negyedben vagyunk, ahol vasárnap megtámadták a szavazókat. Ebben a 9 emeletes közkórházban a liftek nem működnek, víz viszont egy évi akadozó ellátás után most éppen van. Nyilatkozni itt sem akar senki, mert attól tartanak, hogy csak ártanának vele a kórháznak. A lépcsőn vérfoltok és a mosdók állapota is tragikus. Az epilepsziás beteg szájába egy kis füzetet tömtek, hogy el ne harapja a nyelvét. Az orvos és gyógyszerhiány miatt sorra zárnak be az osztályok, és az is előfordul, hogy a lezárt kórházi szárnyba hajléktalanok költöznek be. A gyermekosztályon elmondják, pár napja elveszítettek egy alultáplált csecsemőt, aki 3 hónaposan kevesebbet nyomott, mint a születésekor. Egyetlen dolog van, ami olcsó, a benzin. Az olcsóbbik fajta 1 bolivárba kerül, ami azt jelenti, hogy ha egy utcai árustól veszünk egy fél literes palack hűtött vizet, akkor 1200 liter benzin árát kell kifizetnünk. A szuperbenzin sem drága, 6 bolivárba, vagyis 21 fillérbe kerül 1 liter. Újra a venezuelai ellenzék gyűlésén járunk. A vezetők itt hirdették meg a sikeres népszavazás után a csütörtöki egynapos politikai sztrájkot. Convocamos a todo el país. A que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. Immár közel 100-an haltak meg Venezuelában az április óta folyamatosan zajló tüntetések résztvevői közül. Nicolás Maduro és kormánya hajthatatlan. Az alternatív népszavazás eredményét nem ismerik el, és a következő hétvégén megtartják az alkotmányozó nemzetgyűlési választást. A cél az ellenzéki többségű parlament kiiktatása. A katonaság egyelőre az elnök mellett van.